Igazából középiskolás koromban fogalmazódott meg bennem az, hogy az építészet, építkezésekhez kapcsolódó munkákkal szeretnék foglalkozni az életem során, és első körben út- és hidépítőmérnök szerettem volna lenni, de aztán ez átirányítódott az energetika épületgépészet területére is. Pécset végeztem el a Műszaki Főiskola épületgépész szakát, és ugye az energetika mint meghatározó dolog a mai napig is tart az életemben. 74-ben ez nagy szerencsém volt, amikor mint Tolna megye önkormányzatának ösztöndíjasa a Tolna megyei beruházási vállalathoz kerültem műszaki előkészítő, illetve műszaki ellenőrként. Igen jó kollektíva volt, és megismertem az egész megyét, amit addig is szerettem, de nincs olyan település a Tolna megyének, ahol nem jártunk és építkeztünk. Akkor még az volt a divat, hogy a Tolna megyei beruházási vállalat előkészítette és bonyolította le az összes megyei település beruházásait. Azt hiszem, talán elmondhatjuk, a technikai forradalom nem csak az informatikára és ahhoz kapcsolódó dolgokra igaz, hanem az épületgépészetbe is. Amikor én végeztem mérnökként, akkor a vas volt a irányadó csövektől kezdve minden szerelvény nagyon kezdetleges volt. A mai napon pedig már acélcsöveket nagyon ritkán használnak, réz, illetve több rétegű csövek a jellemzőek, és hát nagyon fontos az, hogy szabályozás készül, hiszen az energia a mai napjainkban se túl olcsó, de a következő évtizedekben jelentős drágulások várhatók, ezért nagyon fontos, hogy az épületeink, illetve az épületen belüli épületgépészet, és itt hadd hívjam fel a figyelmet mindenhol veszőparipám, a légtechnika fontossága, sajnos ez nem mindig valósul meg. Ugye, mint Tolna megyei beruházási vállalat, összes nagy építkezés a 70-es években zajlott. 74-től 77-ig voltam a Tolnaberni, és akkor Dombovártól, Bonyhádon át, Szekszárdon, Tamásiba, és mindenhol a megyében, a városokban és faluban is viszonylag sok beruházás zajlott. Azért mondom, hogy viszonylag, mert a mai léptékhez képest ezek kicsik voltak, de akkor mi jelentősnek tartottuk. Így kerültem én Bonyhádra a fájlakó telepen, egy Nofines technológia vásárolt meg az építők ATS, és ezzel kezdtek el építeni. Ez egy angol technológia házakat, és annak a műszaki előkészítő, vagy műszaki ellenőre is én voltam képészvonalon, és így kerültem Bonyhádra 77-ben, hogy kerestek egy üzemeltetőt a bonyhádi távhőszolgáltatás területére. 25 éves kezdőmérnökként ugye bátorságra vallott, hogy én ezt elvállaltam, de úgy gondoltam, meg fogok vele bírni. Ma büszke vagyok rá, hiszen 38 évet töltöttem a távhőn, és a bonyhádi távhőszolgáltatásban az országban az egyik legkorszerűbb. Nem a fűtőműre értem, mert egy kis fűtőmű ideiglenes a mai napig is, hanem az, ahogy ma tudnak a volt kollégáim és a mostani vezetők szolgáltatni, az országosan példaértékű, hiszen 2000-ben egy nagyon nagy beruházás, mint ESCO beruházást keretében 240 millió forintot költöttünk a távhőre, illetve Bonyhád város összes intézményének fűtéskorszerűsítésére, ami a kazánoktól a hőleadó rendszerekig mindent jelentett, és ez mai napig is nagyon jól működik. Hát ugye nagy megtiszteltetés volt, hogy gondoltak rám, hiszen 2015. december 31-ével az aktív munkás életet úgymond befejeztem, és elkezdtem az aktív nyugdíjas éveket. Hát ami azért nem azt jelenti, hogy otthon én ücsörgök a kertbe és óvasgatok, hanem egy picit dolgozgatok, hisz amíg az egészségem engedi, addig szeretnék az energiába segíteni, különösen a megyében, ma is több településen dolgozok. Tehát igyekeztem mindig a Bonyhád város életében, de a megye nagyon sok településén segíteni azt, hogy az energetika fontos legyen, és az energetikában lehet pénzt megtakarítani jó beruházások révén. Tehát én ezt a díjat köszönöm mindazoknak, akik gondoltak rám, ezek után is már nyugdíjas.